38 fokos extrém melegben játszott a harmadik edzőmérkőzését csapatunk a Bükki edzőtáborban. Ellenfelünk a szintén másodosztályú Aquitál FC Csákvár volt. Keretünk lassan teljes lesz. A napokban csatlakozott hozzánk Szé Sadirak is, betegsége után Dragóner Filip, illetve Bolla Gergőt is ezen a mérkőzés második félidejében láthattuk először. Csapatunk így kezdett: Holzer, Németh, Króner, Imbor, Nagy, Köböl, Manner, Dobos, Gálfi, Halmai, Lovrencsics. A nagy meleghez képest nem volt gond az irammal, és az első helyzet a Csákvár előtt adódott a 8. percben, amikor egy nem túl erős labdát kellett Holzernek magához ölelnie. A 20. percben pedig Manner Balázs próbálkozott távolról, lövése fölé szállt. 10 perccel később, a 30-ban a legnagyobb helyzetünk volt, Köböl beadása után Imbor fejelte a labdát középre vissza Kronernak, azonban nagyot védett a vendégek kapusa. 1 perccel később pedig röviden adta haza a labdát az ellenfél játékosa, amire lecsapott Halmai, azonban a lövésébe már nem volt elég erő. A 45. percben Németh Erik előtt is volt egy lehetőség, Króner Martin indította. Ezúttal a jobb hátvédet játszó középpályásunkat, aki mellel átvette, majd szombal megtolta, végül ellőtte keresztbe a kapu előtt a labdát. A második félidő 46. percében egyből egy nagy helyzettel kezdtünk. Nagy Olivér adott remek labdát Vági Andrásnak, bent középen pedig Dragóner Filip érkezett, a lábára jött a labda, azonban nem találta el azt jól. Az 58. percben a második félidő első csákvári lehetősége egy 11-es után alakult ki. Vági András szabálytalankodott az ellenfél játékosával szemben, ezért a játékvezető büntetőt ítélt. A büntetőt pedig Gazdag Vajk maga biztosan értékesítette is. A 77. percben még volt egy lehetősége az előnyét növelni az ellenfélnek, a 77. percben Grünfelder Attila lövését védte Holzer Ádám. Több helyzet nem volt a mérkőzésen. Folytatás csütörtök este 6 órakor, itt az edzőtáborban, amikor is Atisza Kecske ellen játszunk.